Navracsics Tibor az Észak-Nyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért és a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosáért felelős kormánybiztos. Mindkét projekt lehetőséget teremt Keszthelynek, hogy újra pozícionálja magát a régióban. A munka megbeszélés célja az volt, hogy a városvezetés bemutassa terveit a kormánybiztosnak. Mi azt szeretnénk elérni, hogy Keszthely valóban egy erős központi települése tudjon lenni a Nyugat-Magyarországnak, különösen a Balatonnak, és nem csak egy térségi erős központ tudjon lenni, hanem olyan attrakciókkal tudjon hozzájárulni egy sikeres nyugat-magyarországi gazdasági területhez, ahol mind a turisztika, mind a kultúra, mind a szabadidős tevékenységek és a sport tekintetében, illetve a felső és középfokú oktatás tekintetében is egy zászlós hajója tud lenni a térségnek. A lehetséges keszthelyi együttműködési pontokat keresték a munka megbeszélésen. Nagy Bálint beszámolója alapján ezeket három pont köré csoportosította Navracsics Tibor. Első a turizmus. A kormánybiztos reméli, hogy természetes adottságát minél magasabb színvonalon tudja kihasználni Keszthely. Az oktatás terén az agrárképzés, a vendéglátás és az építőipar igényeire alapozhat a város. A harmadik pont a Veszprém Balaton 2023 LKF projekt, melybe szervesen be kíván kapcsolódni Keszthely. Egy nagyon látványos újrapozícionálási hadműveletben vagy gyakorlatban van része most Keszthelynek, úgy látom, polgármester úrnak nagyon szilárd és kikristályosodott elképzelései vannak arra, hogy Keszthelyt hogy lehet újra a balatoni térség egyik meghatározó szereplőjévé tenni. Földrajzi fekvéséből adódóan eddig is az volt, hiszen a nyugati térség egyetlen meghatározó jelentőségű városa Keszthely. Ugyanakkor a fejlesztési tervek számomra azt is sugallják, hogy modellt is kíván nyújtani a balatoni térség, illetve általában az Észak-Dunántúli térség többi településének. A munka megbeszélést követő sajtótájékoztatón a kormánybiztos kiemelte, Keszthely jó példát nyújt a térségi gondolkodásban. Ehhez kapcsolódva Nagy Bálint úgy fogalmazott, fontos, hogy a fejlesztések ne csak a város, hanem a térség érdekeit is szolgálják. Navracsics Tibor sikeresnek ítélte a találkozót. A kormánybiztos feladata az, hogy a keszthelyi ötletekkel fel tudja kelteni az országos döntéshozók érdeklődését, és így forrást kapjanak a tervek. Azt gondolom, hogy olyan adatbázist kell létrehoznunk az Észak-Dunántúra vonatkozóan, ami folyamatosan frissül újabb ötletekkel, hiszen a fejlesztés politikára is igaz az, hogy vannak gondolatok, amik elavulnak, vannak gondolatok, amik megvalósulnak, és ezért már nem érdekesek, viszont mindig jönnek újabbak, amiknek be kell kerülni a rendszerbe. Polgármester úr egy nagyon invenciózus ember, tehát én úgy gondolom, hogy itt egy jó együttműködésre számíthatok. Az eseményen továbbá elhangzott, Keszthely és Hévíz együttműködik a fejlesztési tervek kidolgozásában és megvalósításában is. A kormány tavaly hozott létre 4 gazdasági zónát, Keszthely és Zala-megye az Észak-Nyugat-Magyarországiban kapott helyet. A zónákban nem csak a gazdaságfejlesztés, hanem az infrastruktúrával, a közlekedéssel, az energetikával, a vállalkozás fejlesztéssel és a szakképzéssel kapcsolatos programok is fontos szerepet kapnak.